Érdeklődve figyel a kisnara, mindössze 11 hónapos, de már is számos megpróbáltatáson esett át. Koraszülöttként jött a világra, idén januárban. Édesanyjánál ugyanis a terhesség 25. hetén beindult a szülés, így Nara a vártnál 3 hónappal korábban született. 3 hétig a koraszülött osztályon küzdöttek az életéért, 840 grammal született, és ugye 2 agyvérzése is volt. Tehát 3 hónapot még a kórházban töltöttünk, sikerült nekik ugye életben tartani, etetni, szondán és lélegeztetőn is volt majdnem 1 hónapig, de hál' Istennek elkezdett fejlődni. Az agyvérzések miatt a kislány agyában képződött agyvíz nem tudott megfelelően felszívódni, így az agyvíz elvezetését egy csöndbeültetésével kellett megoldani. Másfél hónaposan bekerült neki egy ideiglenes csönd, aztán később kiderült, hogy az nem működik, tehát véglegesre lett volna szükségünk, így azt be is rakták. Voltak komplikációk, mert sajnos bevérzett és nem mozgott a fél arca, tehát lebénult a fél arca, akkor azt újra ki kellett sajnos venni, és egy ilyen drén volt neki 4 hétig, azon tisztult az agyvíz. Nara hónapokat töltött a kórházban, de a kislány nem adta fel a harcot, élni akart. A végleges söntöt nem régiben ültették be, így az édesanyja reményei szerint több beavatkozásra már nem lesz szükség. Az agyvérzések miatt viszont még bizonytalan, hogy Nara képes lesz majd járni és beszélni. A Patak családot anyagilag is megterhelik a kezelések és a gyógyszerek költségei, hiszen Narának egy nővére és egy bátyja is van. Az anyagi nehézségek egy részét vállalva a Greiner Biovan Hungary Kft. Pénzösszeget adományozott a családnak, amit december 8-án adtak át. Hosszú évek óta minden karácsony előtt adunk egy bizonyos összeget egy rászoruló családnak, akik átmenetileg vagy bármilyen más módon bajba kerültek, és hát azt gondolom, hogy ez erkölcsi kötelességünk, hogy segítsünk azoknak, ha képesek vagyunk rá, akik rászorulnak. A vállalat a támogatás mellett fontosnak tartotta, hogy Nara története minél szélesebb körbe eljusson. A kislányt hetente 2-szer viszik mozgásfejlesztésre, másfél éves kora után pedig a Borsóház Rehabilitációs Intézetbe szeretnék elvinni. Szeretnénk egy ilyen felmérést, hogy akkor a Nara hol tart a fejlődésben. Hát addig is a dévénytornára járunk, ahogy tehetjük, oda eljárunk. Aztán a Borsóházba szeretnénk elhordani, hogy azért a beszéd és a járás az majd neki ne okozzon problémát, mert úgy mondták az orvosok, hogy nem valószínű, hogy fog tudni, de bízunk benne, és reméljük, hogy fog tudni járni és beszélni is. A Borsóház kezeléseinek azonban több 100 000 forintos költsége van az utazással együtt. Emellett folyamatos orvosi vizsgálatokra kell járniunk Narával, és a gyógyszerek is jelentős kiadással járnak az 5-tagú család számára. Aki segíteni szeretné a Patak családot és Nara gyógyulását, hogy esélyt kapjon egy minőségi életre, az megteheti a képernyő alján látható bankszámla számon.